120 évvel ezelőtt, 1899. szeptember 13-án született Bóér Elek egyetemi tanár, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyetemi diplomáját Szegeden szerezte, majd tudását külföldön, Németországban és az Egyesült Államokban bővítette. 1929-ben magántanári képesítést szerzett, és ettől az évtől kezdve a Ferenc József Tudományegyetemen a közgazdaságtan elméletét, a Kecskeméti Református Jogakadémián pedig a hitel- és perjogot oktatta. 1940-től Kolozsvárott, majd 1945-től Szegeden volt egyetemi tanár. 1949-ben rangját vesztett akadémikusként az egyetemről elbocsájtották. Kitelepítésének helyén Újfehérton hunyt el 1954. júniusában.